A klasszikus zene tanulása, az alapok elsajátítása és a hangszeres tudás megszerzése az első lépcsőfok afelé, hogy valaki zenész lehessen. A klasszikus zene egyrészt önfegyelemre tanít, másrészt bevezeti az embereket a zene értelmébe, tartják a zenetanárok. Kapos Szekcsön sok diák tanul szakkörszerűen komoly zenét, de van, aki a közeli Vásáros-Dombói zeneiskolába jár. A kapos szekcsői diákok adtak számot tudásukról az évvégi hangverseny keretében a művelődési házban. A tanáruk szerint sok tanítványnak ez egy ugródeszka, és van olyan is, aki kapos szekcsőről indul, és a komoly vagy populáris zenében találja meg számításait. A picifuriások népdalcsokrot fognak játszani, lesz klarinét duó klasszikus művekkel, lesz egy furia kürtó, egy Mendelssohn őszi dal, lesz egy pici zongoristánk egy paplajos darabbal részben. Itt kapos szekcsőn én tartom nekik a hangszeres és a szolfés órát kedden és pénteken délután. A többiek pedig a szülők segítségével vagy buszközlekedéssel úgy oldjuk meg Vásárosdombon az órarendet, hogy ők átjárnak a Vásárosdombói zeneiskolába, de ott nem mindenkit én tanítok, ott a kollégáimmal dolgoznak hangszertől függően fuvolán. Ja, tényleg fuvolistánk is lesz, bocsánat. Fuvoladónk is lesz, tehát a fuvolistákat kolléganőm, zongoristákat megint másik, és a szakszofon szintén külön tanára. A zenetanulás az egy nagyon-nagyon-nagyon agyilag serkentő dolog a gyerekeknek. Kikapcsolja őket a napi rutinból, rendszerességre szoktatja őket, és akik zenét tanulnak, azoknak nagy mértékben fejlődik mindenféle olyan érzéke és észlelése, amit később az iskolai tanulmányokban is alkalmazni tud. És emellett persze természetesen a hangszeres tudásukkal pedig a közönséget, szülőket is tudják szórakoztatni. Sok mindent átadhatunk, az egyik a hangszeres tudás, de ez csak egy dolog. A zene szeretetét tudjuk átadni. Közülük néhányan úgynevezett pályán maradnak, tehát később zenetanárok vagy zenekari művészek lesznek, ilyen növendékünk is volt, de a fő cél az, hogy olyan alapkészségekkel és alaptudással rendelkezzenek, mire tőlünk elkerülnek, vagy felnőttek lesznek, hogy egy koncertet szívesen hallgassanak végig, egy komoly zenei koncertet, vagy akár egy amatőr együttesben játszanak, legyen ez könnyű zene, vagy fuvolzenekar, vagy valamilyen komoly zenei együttes. Különleges hozzáállás az, ha valaki komoly zenészként azonban inkább rockzenét játszik a hangszerén. A hangverseny egyik fellépője Tóth Eszter azt mondta, hogy ugyan gyerekkorától szereti a fuvolát, azonban leginkább jetrotál dalokat szeret rajta játszani. A hangversenyen természetesen klasszikus darabot játszott el. Fuvolán fogjuk előadni a Szárbende és Menüettet, és én igazából azt hiszem, hogy már 4 vagy 5 éve tanulok fuvolán játszani. Igen, 5 éve tanulok fuvolán játszani. A Henny meg 6 éve tanul fuvolán játszani, és akkor most egy duettben fogjuk ezt előadni. Hát igazából én kiskoromban szerettem meg ezt a hangszert, amikor a tévében láttam egy nőt, fogalmam sincs már, hogy kit fuvolán játszani, és akkor nagyon megtetszett, és eleve ezért iratkoztam be zenére is, hogy majd fuvolászhassak. A zeneiskola növendékei bebizonyították a kapos szekcsői hangversenyen, hogy a fiatalokban sem hunyt ki a klasszikus zene szeretete, és a legfiatalabb generáció tagjai is odaadással viseltetnek a klasszikus darabok iránt.